Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, channeling a Bibliából. Mielőtt kinyitanám ezt a könyvet, elmondanám azt, hogy napok óta képeket kapok. Ezek nem álomképek, hanem ha becsukom a szememet, előttem van egy kép, és ez olyan, mint egy képes lap. Ez a kép nem mozog. És én úgy érzem, hogy ez a kép, ez az üzenet nem csak hozzám szól, hanem talán hozzád is. A mai napon és tegnap szintén kaptam képeket, most elmondanám azt, hogy mi volt ezen a képes lapon. Az egyiken egy falu volt, olyan középkori falu, a piac tér. Az egyik oldalon, mégpedig a bal oldalon egy férfi eltávolodott a piac térről, csak hátulról volt látható. És jobb oldalon, tehát vele szemben a másik oldalon egy férfi közeledett a piac térre egy lovas hintóval, és úgy volt a képen, hogy a hintóból kivesz egy ilyen koffert. Egy ilyen utazó táskát. És én úgy értelmeztem ezt a képet, hogy valaki elbúcsúzik, hátat fordít, eltávolodik, de egy időben jön valaki más. Ez lehet egy új kapcsolat is. Tehát ez volt az egyik képes lap. A másik képes lapon egy bokor vagy egy fa volt, de gyönyörű volt a természet, és ezen a fán üldögélt egy mókus, úgy eszegetett valamit, de olyan vidámnak, olyan szórakozottnak tűnt ez a mókus, és a mókus előtt a távolban volt egy vonat, a sineket lehetett látni, és úgy tűnt a képen, minthogyha a mókus várná azt, hogy ez a vonat közeledjen. Hogy mi ennek a jelentése, lehet, hogy lesznek újdonságok, valaki közeledik, tehát a vonat megérkezik, és a mókus jelentette a természetet, a vidámságot, hiszen olyan mosolygósan ült ezen a fán. Tehát nevessünk bizonyos dolgokon, és várható, hogy valaki vagy valami közeledik hozzánk. Hogy te hogy értelmezed a képeket, természetesen leírhatod a kommentárba. Köszönöm szépen! És most kinyitom a Bibliát, és megnézzük, hogy mi a mai üzenet. A munkahelyeden nem figyelnek most oda rád, tehát nem te vagy a középpontban. Ez kellemetlen számodra, de nem kell most erről beszélni, nem kell magyarázkodni. Légy kicsit türelmes, hamarosan megkapod az elismerést. Légy magabiztos, mert lesz egy új kezdet, ez néhányaknál lehet egy munkahelyi változás is.
valamit elveszítettél, vagy keresel valamit, meg fogod találni. Légy okos. Légy bölcs. Ha most indítasz valamit, akkor az sikerekhez vezet. Valaki közeledik hozzád, közöl veled valamit, itt változásokról vagy utazásról van szó. Lesz egy szív üzenet, és figyelj oda arra is, hogy mi az, amit te kedvelsz. Mindez megvalósítható, de légy kicsit türelmes. És ez volt az üzenet a Bibliából. Ehhez hozzá kell tennem, ha kimozdul a nyaklánc, mint egy inga, akkor kapok bizonyos szavakat, de egy időben vannak gondolatok is, amit közlök veletek. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel.